Csata városáért kitüntetés arany fokozatában részesül dr. Schmidtmayer Richard, régész, történész, múzeum igazgató, a Kuni Domokos Múzeum vezetője. Tata történelmi, kulturális és művészeti örökségének, múzeális értékeinek megőrzésében a szakmai és civil kapcsolatok ápolása és megerősítése érdekében végzett kimagasló szakmai munkájának, közösségszervező tevékenységének elismeréseképpen Tata városáért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az augusztus 20-ai városi ünnepségen dr. Schmidtmayer Richard, régész, történész, a Kuni Domokos Múzeum igazgatója. Aki pályafutását az intézményben 2005. júliusában kezdte meg, annak élén 2017 óta tevékenykedik. Így utólag visszatekintve elképzelhető, hogy a szüleimmel a nagycsaládi kirándulásoknál a várlátogatások mindig előnyt élveztek, ha volt beleszólásom. Lehet, hogy ez is formálta ezt az utat. A gimnázium alatt vált egyértelművé, a Tatabányai Árpád gimnáziumban jártam, két kiváló történelem tanárral, Bekéni Kucsera Zsuzsa ismertetett meg először a történelem rejtelmeivel, aztán Pordán József tette lehetővé, hogy bontogassam már a szárnyaimat is, nagyon komoly támogatást kaptam tőle, hogy az egyéni érdeklődésbe még mélyebben tudjak eljutni, hát kvázi ilyen egyéni oktatás is mind a kettejüktől kaptam, és ott született meg egy osztálytársnőmmel az a vágyunk, hogy ásatáson dolgozhassunk, és a Tatabánya Múzeum akkori ásatásához csatlakoztunk, az volt egy olyan meghatározó élmény, hogy azt már addigra sejtettem, hogy a történelem az fontos lesz nekem, de hogy a történelem a történészi munka mellett milyen mást is tudna az ember tenni, akkor a régészet így került közel, onnantól kezdve minden nyáron a nyári diákmunkát ásatáson töltöttem, akár a most megújult Cselkányos pusztai templomnál, akár más területeken, és érettségi idején rögtön a történelem és régészet szakra jelentkeztem, ahova felvételt is nyertem az ELTE-re, ott már egyértelmű volt. El kell mondom azt, hogy nagy szerencsém is volt, mert 2005-ben telítettek voltak a pályák, az, hogy helyben viszonylag közel állás lehetőséget nyújtottak, ez a Tatabánya környeipari parknak a fejlődéséhez köthető, ott ennek a megnövekedett munkának köszönhetően kerültem ide a Tatai Múzeumhoz. Én azt hiszem az egyetemen köszönhetően Kubinyi András professzornak a középkor volt, ami teljesen megfogott minden elemével, érdekességével, hihetetlen felkészültséggel kaptunk régészeten olyan ismereteket, amik a történelem szakon nem voltak meg, az életmódban, az anyagi kultúrának a megismerésével, de még a kódexekkel is előbb találkoztunk régészeten, mint a történelem oktatásnál, a történész oktatásnál, nyilván ott a specializációknál már volt erre lehetőség, és ott annyira mélyen érdekeltétett, hogy én levéltárszakon a középkoros latin és később a német oklevélolvasást is magamévá tettem, tehát a szakdolgozatom akkor formálódott, hogy a vértesi várak feldolgozása legyen Vitányvár és Várgesztes, illetve a Gerencsér, és ezeknek a történetek feldolgozásához szükség volt az okleveleknek az átolvasásához. Ez megint volt egy nagy szerencsém, hogy ebben az időben kezdődött meg az országos levéltárban a középkori okleveleknek a digitalizációja, és a szakdolgozat írásakor még csak néhány ezer volt elérhető az interneten, amikor már a doktorimra került a sor, addigra már az összessége ez több százezer oklevelet jelentett, és jelentősen felgyorsította azt a munkát, ahogy egy ilyen oklevelet az ember végig tud olvasni. Ez óriási élmény is volt egyben. Akkor tűnt úgy, hogy inkább a történészi munka
fog előtérbe kerülni az életembe, és a régészet ennek a világnak a kiegészítése, a megismerése legyen. Tehát a sors máshogy hozta, régészként kerültem a Tatai Múzeumhoz. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a Tatai Múzeumnak hányattatott sorsa volt. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy többször fölmerült az, hogy magát a megyei múzeumi központot azt áthelyezik akár Esztergomba, akár Tatabányára. Ezt 2013-ra lett világos, hogy itt marad Tatán, és a Tatai önkormányzat veszi át a fenntartását az intézménynek. Én azt hiszem, hogy akkor ez a döntés egy nagyon jó döntés volt, és ehhez képest könnyebb helyzetben voltunk, mint Berger Gyula, mint jó magam, mert egy olyan önkormányzat fenntartásába került az intézmény, amelyik napi szinten rálátott, de a hibákra és a nehézségekre is rálátott, és nem lehetett annyira elódázni, mint egy távolabbi központból, ahol távolabb levő intézménynél kevesebb figyelmet is kapunk. Tehát ebben mindenképpen egy könnyebb helyzetben tudtunk belevágni a múzeum fejlesztésbe. Én ezt a hányattatott sorsból nagyon fontosnak tartottam, hogy elinduljunk, és jogszabály szerint is rendbe szedjük magunkat, megfelelőek legyenek a működéseink. Ez kívülről nem látszó munka, de egy nagyon kemény, nagyon komoly feladat volt a munkatársakkal. Részben az elfogadtatás, részben pedig az átállás erre, hiszen az elmúlt időszakban többször is változtak a múzeumi életet befolyásoló törvények, rendeletek. A másik oldalánál, amit én fontosnak tartottam, és ebben nem annyira az elődeim, útján jártam, hogy nyissunk minél nagyobb kapukkal a közönség fele, a lakosság fele, a közösségek fele, és jelezve azt, hogy a szakmai fölkészültség az nálunk megtalálható, de akár a szórakozásban, akár a tanulásban a múzeum másfajta módon tud hozzájárulni, és szívesen hozzá is járul a jólétnek, a kulturális jólétnek ehhez a formájához. Én ebben úgy látom, hogy sikeresen tudtunk előrelépni. Az egyik példa, amit talán érdemes elmondani, hogy 2012-ben a Tatai Várnak, a Német Nemzetiségi Múzeumnak és az akkor még itt működő görög-római szobor másolatok múzeumnak nem volt 20 ezer fő látogatói száma. És 2013-ban, amikor még megbízott igazgató voltam, akkor nyáron, augusztusban köszöntöttük a 60 ezredik látogatót. Tehát, hogy ez a nyitás, ez némi átszervezést és odafigyelést igényelt, de Azt gondolom, hogy a munkatársaimon nem kellett akkora változást keresztül vinni, hogy végezt tudjuk vinni olyan módon, hogy újra látogathatóvá váljunk az érdeklődők számára is. A nyitás másik iránya a múzeumpedagógia erősítése volt. Én azt hiszem, hogy ha arra gondolunk, hogy 2022-ben közel 20 ezer gyerek fordult meg a Tatai Várban és a Német Nemzetiségi Múzeumban Szegedtől Győrig terjedő területen, akkor azt hiszem, hogy ez a munka ez szépen beérik, és jól érzékelhetővé válik a helyben élők számára is, hogy egy kiváló célpont vagyunk. A múzeumpedagógia azért is áll közelebb hozzám, és azt hiszem a muzeológus kollégákhoz is, mert nem csak egy látogató élmény, hanem a pedagógia is benne van az oktatás. A nevelés kevésbé, de az oktatás az egy nagyon fontos eleme. És ezen keresztül a múzeumba járás sem a poros tárgyak látogatását jelenti, ahol kötelezően egy osztálykiránduláson meg kell jelenni, és aztán amíg nem lesz gyermekem, vagy a gyermekem nem megy osztálykirándulni, nem teszem be a lábamat a múzeumba, hanem látom, hogy időről időre érdemes visszatérni. Azt hiszem, hogy sikerült megújítanunk a kiállítási repertoárunkat, néhány elavult állandó kiállítási elemet felszámoltunk. Ezt korábban a Német Nemzetiségi Múzeumban is elkezdtük, hogy teret tudjunk adni a közösségek bemutatkozásának is.
Itt a várban pedig az elmúlt évben egy komoly pályázatnak köszönhetően, a Magyar Géniusz programnak köszönhetően, hát 20 év után megújult az állandó kiállítás, és úgy látom, a látogatói számok is ezt adják vissza, hogy egy nagyon kedvelt, modern felfogású, a tatai identitást segítő, erősítő kiállítást sikerült összeállítani a kollégáinkkal, ami ugye a 18. század, az Eszterházy Józseftől egészen a 20. század közepéig tartó időszakot mutatja be a kiváló személyeken keresztül, akik formálták ezt a közösséget, ezzel is jelentős előrelépést tenni. Az időszaki kiállításoknál is úgy látom, hogy már érzékelhető a közösség tatán élők számára is, hogy művészeti kiállítások minden évben tavasszal megjelennek, és általában érdekes tematikával, sokszor a saját gyűjteményeinkre alapozva, akár az ausztrál gyűjteménynek a bemutatásán keresztül, de máskor izgalmas, máshol szállított kiállítást is mutatunk be, mint az idei esztendőben a Természettudományi Múzeumnak a török-magyar együttélést antropológiai anyagon keresztül bemutató tárlatát is, hogy közelebb kerüljünk ezekhez a korokhoz. Ehhez kapcsolódóan fontos volt, hogy a közösségek számára nyissunk. Én azt hiszem, itt a legjobban a Német Nemzetiségi Múzeumnál sikerült nyitni, de a tatai vár esetében is több ilyen kiállítás is megjelenik. Itt azt szeretnénk éreztetni a közösségekkel, legyen akár az a Német Nemzetiségi Közösség, vagy a fotósok közössége, vagy akár a Talentum iskolának a diákjai, hogy egy bizonyos szaktudás nálunk rendelkezésre áll, de más területen mi is rá tudunk csodálkozni, és a munkánkat is tudja segíteni, hogyha ezek az ismeretek beépülésre kerülnek. Tehát egy német közösségnél hitelesebben, annak a német közösségnek a közösség megélését, a német nemzetiséghez való kötődését bemutatni, nem tudja szerintem más. A néprajzos kollégánk, vagy jó magam, tud abban segíteni, hogy rávilágítsunk, hogy mik azok az egyedi pontok az ő közösségükben, amit érdemes kiemelni a múzeumban a kiállításon, amitől egy kicsivel eltérnek a többiektől, amire büszkék is lehetnek, de azt megmondani, hogy ők mitől német nemzetiségiek, azt nem mi mondjuk meg. És ez a vár esetében, a Talentum iskolával való együttműködésünkben jelenik meg, én azt gondolom, nagyon komoly erővel. Egy kicsit vakrepülés, de egy jó érzésű vakrepülés, azok a kiállítások, amik minden év elején megszületnek, amikor a Talentum iskola diákjai megtervezik a következő évi leporellónkat, ajándéktárgyakat, és ötleteket hoznak arra, hogy hogyan lehet akár a tatai identitást, vagy akár a tatai várat újszerűen bemutatni, és emléktárgyként magukkal vinni. És ezt az egész produktumot még a közösségi oldalunkon keresztül a tatai lakosság ízlésének megfelelően megversenyeztetjük, és ebben mi nem szólunk bele. Ez egy nagyon nagy levegővétel volt elfogadni nekem is, elfogadni a kollégáknak is, hogy úgy fogunk tudni látszódni, úgy fogunk jobban a közösség részévé válni, hogyha ezt a bevonást meg tudjuk tenni. Részesei lesznek a diákok is végig gondolják, hogy hogy látják a múzeumot, és elképesztő sokféleképpen tudják látni, az a sokszínűség, az minden alkalommal megdöbbent, hogy mennyi mindenre nem gondolunk, és itt járunk ezek között, a falak között, akár látványban, akár ötletben, és hát a kreativitásról nem is beszélve. És úgy látom, hogy mivel a szavazásnál is nem néhány tíz fő szavaz, hanem 1000 fölött vannak a szavazatszámok, hogy ebbe bizony sikerült bevonni a lakosságot is, és ezzel azért, ha úgy tetszik, a város egyik zászlós hajóját, a tatai várnak az adott évben való ismerté tételét is közösen tudjuk meghatározni. Ebben a döntést azt az itt élők és az ebben közreműködni vágyók bölcsességére tudjuk bízni. Ezt én azt hiszem, hogy egy nagyon kiemelkedő dolog.
Örülök, hogy tudjuk ezt végigvinni, hogy a Talentum ebbe partner nekünk, és hogy a lakosság is ezt egy pozitív kezdeményezésnek látja, hogy lehetőséget biztosítsunk a diákoknak is, és a múzeumnak is. Mm. 2013-ban kerültünk ugye Tata Városi Önkormányzatához, a raktári helyzetünk, mert véglegesen még nem tudott rendeződni, de a tárgyak elhelyezését azt sikeresen meg tudtuk oldani. Ennek köszönhetően tudott elindulni egy olyan gyűjteményi munka, amire a korábbi években kevéssé volt lehetőség, annyira zsúfoltak voltak a raktáraink. Talán megint a Német Nemzetiségi Múzeum raktárát emelném ki, ahol három szinten állt annyi bútor, hogy éppen egy kolléga még be tudott férni az ajtón és körül tudott nézni. Ehhez képest most ugye egy látványraktár üzemel ebben az épületben, hát a többi tárgyat el kellett helyezni további helyen. Ugye a gyűjteményi munka az a muzeológusoknak is egy nagyon fontos feladat, hiszen a feldolgozását is el kell végezni egy kicsit visszamenőleg is, hiszen nem volt mindig betöltve a szakmuzeológusoknak a státuszai, tehát itt vannak évtizedes lemaradások is. A másik oldalt pedig ugye a restaurátoroknak, a gyűjteménykezelőknek ad folyamatos feladatot, hiszen pályázatoknak köszönhetően elindulhattunk abba az irányba, hogy megfelelő módon legyenek ezek a műtárgyak csomagolva, savmentes papírokba, UV-fóliával védett raktárhelyiségekben, vagy akár kiállítóhelyeken. És ez még mindig csak az elhelyezése a tárgyuknak, a lajstromozása, és ehhez jön még az állományvédelemnek két része, az egyik ugye a restaurátori munka, amiről a látogatóknak van ismerete, hiszen látják, hogy egy romos bútorból hogyan lehet egy nagyon szép bútort készíteni, vagy régészeti feltáráson előkerülő kerámia töredékekből hogyan lehet aztán egy edényt, kályhacsempét, kályhaszemet összeállítani. Bizony vannak kisebb beavatkozások is egy-egy műtárgy életében, hogy megelőzzünk későbbi romlást, vagy korábbi károsodásokat tudjunk orvosolni rajta, hiszen többségében szerves anyagról van szó, és nem egy 15 emelet mély hiper-szupergépészettel ellátott raktárban vagyunk, tehát a rovarfertőzés az bármikor elő tud fordulni. Ez egy olyan része, ez egy olyan szelete, amit nem látnak, és az egy fontos elem, mint megyei múzeum sikerült keresztülvinni, és ebben ez új feladatként is jelent meg 2013-tól, de el kell mondani, a Tatai Múzeum ebben élen járt. Módszertani központként, állományvédelemben, műtárgyvédelemben, a megye területén levő összes múzeum, de itt számunkra megint a legfontosabbak a tájházak, a kis kiállítóhelyek, a közösségeknek, a adott esetben múzeális besorolással nem rendelkező gyűjteményeinek is a feltérképezése, és a szaktanácsadása, hogy ez teljes körűen meg tudjon maradni az utókornak, hogy ne érje őket már károsodás a gyűjtést követően. Ugyanígy a gyűjtés is egy olyan feladat, ami nem látszik annyira kívülről. Az idei esztendőben volt egy nagyon látványos lépésünk, amikor Kövesdi Mónika a tatai kortárs képzőművészek alkotásaival tudta gyarapítani a képzőművészeti gyűjteményt, és ennek egy kiállítása is volt. Én ezt is egy ilyen közösségi alapon nyugvó együttműködésnek látom, és annak is, hogy a partnerek kellően fontosnak látják a most már Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum gyűjteményében való reprezentációt egy-egy jó, nagyon szép alkotásukkal, hogy ezzel is támogatva a gyarapodást. Tehát a gyarapodásnál is szépen tovább kell vinni, ugye nyilvántartásba kell kerüljön, sokszor digitalizálásra is kerülnek ezek az alkotások, nem csak a képzőművészetnél, hanem más úton bekerülök, és ugye hát aztán raktározásnál is még el kell látni. Ez még mindig a háttérmunka, ami mondjuk egy kiállítást, vagy egy szakkönyvet megelőző feladat. A gyűjteménygyarapításnak 2013 óta, hogy tehát a Városi Önkormányzata biztosít műtárgyvásárlásra keretet, egy jelentős előrelépést tudtunk tenni. A kollégák árgus szemekkel figyelik, hogy azok a tárgyak, amik egyértelműen a helytörténeti gyűjteménybe vagy a Tatai Múzeum gyűjteményeibe kellene, hogy kerüljenek, azok be tudjanak kerülni, azért sokszorosát el tudnánk költeni ennek a keretnek.
És azért azt is érdemes látni, hogy azért van egy-egy tárgy, ami hát elég drágán jelenik meg, és fontosnak tartjuk, hogy az intézményünkhöz kerülhessen. Tehát ennek a figyelése, a kapcsolati háló kiépítése, megszerzése szintén egy olyan háttérfeladat, ami nem látszik mindenütt. És én azt hiszem, hogy a legfontosabb, ami részben már látszik, az a digitalizáció, ami egy elképesztő mennyiségű munkát jelent. Ugye itt sokszor azt gondolják, hogy lövünk egy fényképet egy műtárgyról, és akkor kész a digitalizáció. Hát valójában nem, mert egy műtárgyról akár sok-sok felvételt kell készíteni, hiszen háromdimenziós a tárgy, több oldaláról tudjuk ezt elkészíteni, akkor előírásaink vannak arra, hogy milyen módon kell tárolni ezeket a képeket átnevezni kell, tulajdonsággal kell ellátni, és ugye ehhez még kell kerüljön egy leírás, egy szakmai leírás is, és szerencsére elmozdult a világ már abba az irányba, hogy ne csak szakmai leírás, hanem egy úgynevezett közzétételi leírás is elkészüljön ehhez a tárgyhoz, ami a látogatók, az érdeklődők számára lesz, teszi majd izgalmassá a múzeumnak a műtárgyait. Itt is jól állunk a vármegyei múzeumok, hatókörű múzeumok kvázi versenyében, vagy elképzelt versenyében. Több mint 10 000 műtárgyunk van fönt az interneten, ebből leginkább a Digitár nevű gyűjteménykezelő program, ami a legtöbbet a legmodernebb vagy a legaktuálisabb elképzelések szerint jelenítjük meg, tehát itt vannak már azok a közzétételi leírások is, amivel könnyebbé tesszük a tárgyakkal való ismerkedést, de a múzeum saját berkein belül, saját erőből folytat 3D-s szkennelést is. Ez kisebb, közepes méretű műtárgyaknál látható, ez ugye a Sketchfab nevű felületen tudjuk megjelentetni. Én azt hiszem, hogy nagyon szép tárgyak láthatóak ott is, ami aztán később akár az oktatásba be tud épülni, akár csak egy szakmai kutatásnál a méretek gyors levételével már gyorsítani tudjuk azt az igényt, amiről a korábbi években, évtizedekben nem is tudhattunk a világ másik felén. Tehát a digitalizáció az, ami jelentős energiát vesz igénybe, és nem mindig látható. Különösen akkor, hogyha egy helytörténeti gyűjteményre gondolunk, ahol szöveges dokumentumok tömegei állnak rendelkezésre. Ezt általában nyári diákmunkások segítségével szoktuk elvégezni az átgépelését. Hát ugye ezt ellenőrizni kell, ennek elég sok áttekintési nehézsége van, de hát kézzel írott, amit gépi olvasással ma még nem lehet megtenni. Ennek eredménye volt a lakosság számlálás, tehát a népességszámlálásnak az adatbázisa, ami 1869-ből származik, és elérhető a világhálón, a múzeum oldaláról is. Úgy látjuk, hogy a helytörténeti kutatók bőszen forgatják azokat az adatokat, amiknek az eredetei, példányai a nyitrai vánkai levéltáron vannak, illetve fotózott, de nem értelmezett adatai, pedig elérhetők más ilyen típusú internetes fórumon, de itt átgépelve, értelmezve, kereshetően találhatóak meg, illetve hát hivatkozva, hogy hol érdemes utána nézni, hogyha nem hiszi el azt az adatot, vagy hibát vél felfedezni. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan irány, amivel tudjuk a helyi lakosság identitását erősíteni, de akár az oktatást is segíteni, hiszen ez a népességszámlálás visszaköszön mondjuk a Génius kiállításban is, hogy hányféle kézműves mester élt Tatán, önnekik hol voltak a lakhelyei, emellett folytatott-e más tevékenységet, hány inas élt Tatán, a tanulók azok hol laktak, akik a tatai iskolákba jártak át a középfokú intézményeknél, ugye házaknál, nem kollégiumnál, akkor ők milyen feladatot látnak el, milyen körből érkeznek ezek a fiatalok Tatára. Tehát rengeteg olyan felhasználási felülete van, amire nem is biztos, hogy gondolunk, de tud hasznosulni, és én azt hiszem, hogy nekünk ez egyik legfontosabb feladatunk, hogy a gyűjteményeink publikálásával, és hát ezzel az elsőleges feldolgozással könnyebbé tegyük az értelmezést, és aztán az érdeklődik számára a hozzáférést. Now I'm fading, fading, fading.
azt hiszem, hogy nagyon jó csapat gyűlt össze a múzeum falai között. A lelkesedésük nagyon sokat számít abban, hogy előre tudjunk haladni. Nyitottak az újításokra is. Van kritikai él is a házon belül, amivel még jobbakká tudunk válni. Tehát én nagyon élvezem azt, amikor egy-egy új projektet, programot elindítunk, akár a pandémia alatt az online térbe való megjelenésünk számos szakmai vitát jelentett házon belül, hogy melyik a helyes irány, melyik nem a helyes irány, és mi mit gondolunk. Aztán a nézőszámok volt, amit visszaigazoltak, és volt, amit nem igazoltak vissza, amiből mi is tudtunk tanulni. Tehát a múzeumi csapattal nagyon jól lehet együtt dolgozni. Én azt hiszem, hogy és ezt vállalom is, hogy ez egy igazgatói érdem, hogy kiváló munkatársak előre viszik a múzeum ügyet, a tatai identitásnak az ügyét, vagy éppen a német nemzetiség identitás erősítését. A múzeum pedagógián keresztül pedig az oktatásba is be tudunk kapcsolódni, nem csak hagyományos eszközökkel, frontális módon, ami miatt még vonzóbbakká tudunk tenni, és ez a egymással együttműködést még jobban gazdagítja, és újabb ötletekkel tudunk úgy előre haladni, hogy még teljesebb legyen a kínálatunk, és adott esetben tudjunk reflektálni azokra a kihívásokra, amik a nagyon gyorsan változó világunkban érik a múzeumi szakmát. Itt egy zárójeles megjegyzésként érdemes végig gondolni, hogy mi korábban a múzeumok presztízse abból a változatlanságból is fakadt, ami az állandó kiállításokra és arra a szerepkörre hárult, egy kicsit ilyen kötelező elemként, de elfogadott volt a lakosság számáról is, hogyha elmegyek valahova, megnézem az ott található múzeumot, hogy mit gondolnak az ott élők magukról, vagy a szakemberek mit gondolnak, hogy mit kellene gondolni ugye az ott élőknek magukról, és ez ma teljesen megváltozott. A nagy cirkusszal, a Technőc kiállítással épp úgy versenyben vagyunk, mint a komáromi gyógyfürdővel is, akár a Tatára jövő kirándulók esetében. Ez a verseny egy nem teljesen egyértelmű verseny, hiszen mi nem tudunk, és szerencsére nem is kell piaci alapon működjünk, de ezen a részén érezzük azt, hogy gyorsan kell fölvenni a fonalat, gyorsan kell reagálnunk azokra az igényekre, amik megjelennek, és akkor tudunk talpon maradni. Ebben meg nagy segítség, nem csak a munkatársak, hanem az, hogy a közösségektől kapunk visszajelzést, olyat, amit szeretünk, és olyat is, ami előre visz bennünket. Érdemes megfontolni mindig azokat az építő jellegű kritikákat, amiket így szemtől szemben kapunk, mert ott át tudjuk beszélni, és sokszor van, hogy nem gondolunk arra a kérdésre, de ezért hálásak vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy a közös ügyet mindannyian szeretnénk jobbá tenni. A kiállítások megújulását azt szeretnénk folytatni, ennek az anyagi hátterét majd valamilyen módon elő kell teremteni, bízunk benne, hogy pályázati formában a közeljövőben újra meg fognak jelenni. Ennek egy nagyon fontos eleme, hogy a Tatai Várban újraásatások kezdődtek, hiszen a középkori palotán kívül viszonylag kevés helyen volt régészeti kutatás 65 és 72 között. A lényegi részéről a várnak kevés ismerettel rendelkezünk, tehát ismerjük a középkori múltat, tehát ez számomra nagyon fontos. De a török korral, aminek a leglátványosabb elemei totál maradtak fent, viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk, ennek a kutatása elhalt az elmúlt évtizedekben, és így a régészeti alapokkal indulva egészen elképesztően új dolgok kerülnek elő. Ezeknek a bemutatását szeretnénk megtervezni, megjeleníteni, és ezzel együtt szeretnék elsősorban akár a Ferrandó bástyában is elrejtve, de egy olyan kvázi látogatói központot kialakítani, ami alkalmas akkor a térnek, hogy egy osztálykirándulásnyi gyermek, ha megérkezik, akkor ne beszorulva álljon azon a szűk négyzetméteren, a kellő mennyiségű vizes blokk rendelkezésre álljon, akár a múzeumlátogatók számára, akár a várudvaron levő egyéb rendezvény látogatói számára.
és ha ez a Ferrandó bástyában tud megvalósulni, akkor egy olyan kiállítással tudjuk bővíteni, amelyik az ott zajló ostromoknak is méltó emléket állít, hiszen ott azon a területen történt. Ugyanehhez kapcsolódik, és a várásatásoknak is egy lényeges eleme, hogy a 16. század végén a várban, a tatai várban állt egy vízzel forgatott malom, ami a várőrség élelmezését ellátta, ez kuriózum, mert mindenütt másütt száraz malom működött a várakon belül. Ennek a feltárását, rekonstrukcióját is szeretnénk elkészíteni, hiszen azzal, hogy kuriózum, ezzel biztos vagyok benne, hogy a látogatottságunk még jelentősebben előkerülne, és a kutatás közben kerültek elő még további kérdésekre megválaszolandó részek, amit a további kutatással fogunk tudni folytatni. Tehát ez a kiállítások az egyik ilyen erős terület, ahol muszáj előre lépnünk. Én azt gondolom, hogy szeretném ösztönözni a kollégákat és talán magamat is, hogy az a rengeteg új kutatási eredmény, ami az elmúlt években összegyűlt bennünk a levéltározások során, azok most már nagyon mértékben jelenjenek meg szakkönyvekben is. Ez azért egy elég időt igénylő folyamat, és szerencsére sok megkeresésünk van, ami ezt hátráltatja. A harmadik láb pedig a digitalizálás, ami a revízióval történik együtt. Számos gyűjteményünkben még a tételszám okán is nagyon az elején járunk, de azt hiszem, hogyha sikerül ezeket a iratokat is, dokumentumokat is a nagy nyilvánosság elé tenni, akkor a helytörténeti kutatásnak egy újabb lendületet tudunk adni, hiszen nem gondoljuk azt, hogy mindent a Tatai Múzeum munkatársainak kell kutatnia, és mindenhez értenie kellene a munkatársaknak, de nem biztos, hogy egy helytörténeti kutató, aki a könyvtárnak a kiváló helytörténeti gyűjteményében kezd, átjön a Tatai Múzeum helytörténeti gyűjteményének a kutatásához, és ki fog tudni igazodni abban a bonyolult szerkezetben, amiben jelen pillanatban elérhetőek a korábbi évtizedeknek a gyűjtései. Én azt hiszem, hogy ez még egy olyan terület, ami további fejlesztést igényel, és mind a mi részünkről, mind a tatai partnerek részéről. Jól érzékelhető volt a pandémiánál a nagyobb együttműködés, egy-egy témakörben nagyon kiváló együttműködés tudott kialakulni a lakosság egyes szegmensei között. Most akár az ipartestületi kiállításra gondolunk, számos olyan interjú született meg, ami hiánypótló ezen a területen. A német nemzetiségű ködődéssel rendelkező, nem csak tatai, hanem vármegyei lakóknál is nagyon sok jó gyűjtés született az együttműködések tekintetében, visszaemlékezésekkel is. Elsősorban ugye a nyugdíjas korosztály áll rendelkezésünkre, akiket nem mindig tudunk elérni, de a felhívásainkra minden esetben pozitívan reagálnak. Itt úgy gondolom, hogy nekünk abban kell váltanunk, és ez az idei esztendőben fogalmazódott meg, hogy pályamunkák megírására is kellene sor kerüljön. Ezt egyébként Vértestolnán nagyon szépen működteti a helyi nemzetiségi, német nemzetiségi önkormányzat, és a pályamunkák keretét díjazni is kell, és utána érdemes megjelentetni, hogy lehessen látni, hogy az adott emlékek hogyan ízesülnek a többi emlékhez, illetve vannak-e azt árnyaló más emlékek is, amikkel még gazdagabbá tudjuk tenni az intézményünk adattárát, és ezáltal a helytörténeti, későbbi helytörténeti kutatóknak azt a bázisát, amiből megismerhetik Tatát. Jól látható hiányossága az intézményünknek a közelmúlt és a szocializmus idején levő mozgalmaknak, intézményeknek a kutatása. Ugye hát azért nem sok történész dolgozik a múzeum falai között, tehát nem is várható el. Itt azért vagyunk hálásak, mert azok a közösségek, akár Nemes János által vezetett módon, akár saját, érdemes a Bankó Robert úrról megemlékezni,
aki a bőrgyárat történetét tárta föl, hogy ezekkel mindig eljöttek a múzeumhoz, és törekedtek arra, hogy a múzeumban meglevő anyag is bekerüljön a közös emlékezetbe, vagy legalább egy jegyzet formájába az adattárunkat gazdagítsák, hogy aki majd ezzel a területtel mélyen foglalkozni szeretne, és már adott esetben nem fog tudni azokkal beszélni, akiknek ez a tudása megvan, elérhető legyen a visszaemlékezésük. Ezt szeretnénk fölgyorsítani, és írásos alapra is tenni, és bízunk benne, hogy olyan-olyan pozitívan fogja fogadni a közösség, mint a közösségi médiában történő felhívásainkat, akár a képek gyűjtésénél, akár a képek adatolásánál, ami a Nényei Előd kiváló fotóinál is történt, hiszen a munkatársak többsége nem is élt akkor, amikor ezek a fényképek elkészültek, és olyan mozzanatokat tudtunk rögzíteni, olyan személyeket azonosítottak a lakosok, akikről hát nem volt ismertünk se, de azt azért elárulom, hogy volt olyan óvodás fénykép felvétel, ahol kettő nevét elrejteni óhajtó munkatárs is magára ismert. Tehát, hogy ez egy ilyen terület, és én bízom benne, hogy ezt tudjuk tovább erősíteni, és ez mindannyiunkat gyarapítani fog.